duplikaélmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. Igen, most is ezt tesszük, és arról fogunk beszélgetni, hogy milyen lesz, vagy milyen várható, milyen lesz a következő 10 év Magyarországon 2030-ig, és itt ne próbáljunk belegondolni különböző dolgokat. Itt alapvetően azt, hogy vidék versus város, tehát hogyan fogunk élni. Kozák Ákos üzleti jövőkutatóval, szociológussal nézzük át ezeket a dolgokat. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok, igen. Hát... Nagyon nem tudunk eltérni, most én a település szerkezetről, vagy hát szóval fogunk lakni, arról igen. Szeretnék egy kicsit beszélni, és nem, nagyon nem fogunk tudni eltérni attól, ami a világon van köztünk szólva. Tehát ugye az egyértelmű, hogy az évszázadnak a derekára nagyon sokan, a legtöbben azért alapvetően városokban fogunk lakni, és hogyha megnézzük, akár visszamegyünk az előző évszázad közepére, tehát akkor is azt láttuk, hogy tulajdonképpen akár a fejlődő, akár a fejlett világnak a városai azok rohamos mértékben fejlődtek, már úgy értem a lakossága. Igen. Egyébként különösképpen a fejlődő világé. És ugye egyrészt Magyarországon van egy csökkenő népesség. Ugye azt tudjuk, hogy 2050-re, tehát mondjuk 30 évet tekintek előre, akkor ez 8,3 millió fő, de nagyjából 9,2 millió lesz 10 év múlva is. De most az a kérdés, hol fogunk lakni 10 vagy 30 év múlva, és tulajdonképpen azt a globális trendet, mondhatom globális trendnek, amit látunk demográfiai és migrációs folyamatokból adódóan, az mi is követjük, csak hát azért egyrészt valamilyen ütem késéssel, másrészt pedig a mértékeket tekintve persze vannak eltérések. Ugye számíthatnánk arra, hogy esetleg ilyen nagy megapoliszok, 10 milliós megapoliszok életmódját, meg mintaadó szerepét esetleg Budapest is betölthetné, így mondjuk 10 éven belül, én ebben azért kevésbé hiszek. Az a helyzet, hogy nagyjából azt lehet a következő 10 évre előre vetíteni, hogy ami ilyen nagyon vidéki és úgynevezett peremvidéki városok, kisvárosok, tehát 30-50 kilométerre lévő a megyeszékhelytől, vagy a nagyobb várostól 30-50 kilométerre lévő településeknek a mikrókörnyezete, az hát ott 15-30%-kal a következő sok-sok évtizedben ott az egyszerűen szerepét veszti, és a lakosság eltűnik. Ákos, érdekes dolog, amiket mondasz, és ez úgy tűnik, mintha a magyar kormány is felismerte volna. Igen. Hiszen ugye falusi csok van, az agrártámogatások jelentékeny része a vidékfejlesztéshez kötődik, sőt, van egy olyan tendencia is, hogy rengeteg olyan sztorit olvashatunk mindenféle menedzser magazinokba, hogy valaki multinacionális cégnél megunta az életvitelét, fogta magát, elment vidékre, és csinált egy sikeres agrárvállalkozást. Ez az egyik észrevételem, a másik. Igen. Azért például a COVID-19 ráijesztett az emberekre, és rájöttek arra, hogy nem biztos, hogy életbiztosítás a nagyvárosba lakni. Ezt mutatják a demográfiai folyamatok is, hogy egy kicsit, mintha elindultak volna néhányan vidékre. Igen. Igen, az a helyzet, hogy valóban van egy rövid távú hatása a COVID-nak, vagy lehetséges, elméletileg, én nem hiszek benne. És ugye általában az ilyen urbanizációs trendek azok sokkal hosszabb időtávon hatnak. Egyébként önmagában a kis településeken, az, hogy kis településeken mennek az emberek, ilyen van egyébként, ez az maguk a város, vagy a urbanizációval foglalkozók, vagy település szerkezettel foglalkozó kutatók is vallják. Tehát például elképzelhető, hogy 10-30 éven belül Magyarországon is ezt úgynevezett hát minőségi migráció, elvándorlás, vagy jóléti elvándorlás, úgy nevezik ezt, amikor mondjuk tehetősebb nyugdíjasok elmennek egy kicsit magasabbra. Ez most úgy érsz, hogy Mátra és Bükkbe, vagy nem tudom, a Bakonyba, mert egyszer jobb lesz a levegő, meg a víz. Ilyen elképzelhető, ez egy létező fogalom már ma is néhány országban. Azért mégiscsak avval számolok, hogy a legkisebb települések falu szerepét veszti, funkcióját nem tudja betölteni, mert egyébként az agrárgazdaságnak a GDP-ben való hozzájárulása is minimális lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ezek jó indulatú társadalompolitikai intézkedések, a CSOK és ilyen típusú intézkedések, és mégis azt látom... De nem fordítja meg a trendet.
nem tudja, így van, nem tudja hosszú távon megtörni a trendet. Aha, világos. Viszont szóval, ha itt... ez így lesz, ahogy mondod, az egy csomó problémát generál, és ezt meg az Európai Unió nem szeretné, tehát az Európai Unió is nagyon sok pénzt áldoz arra, hogy vidéken tartsa az embereket. Igen. Erre van egy a városkutatóknak van egy új fogalma, néhány éves, az a neve, hogy a rurbánus, tehát a rurális és az urbánus kifejezéseknek az egyvelege. Nem hiszem, hogy Magyarországon ez a modell, ez a tértípus, ez nagyon gyorsan divatossá válna, de én mégis azt gondolom, hogy bizonyos kisvárosok vagy nagyobb városoknak a vidék előnyeivel való feltöltése, vagy inkább az a megtöltése, az elképzelhető, hogy egy kívánatos modell lehet. Tehát ugye vannak olyan, hogy urban gardening, tehát ilyen városi kertgazdálkodás, ugye erre kitűnő holland példák vannak. Tehát vannak olyan, ezek a funkciók, ezek vegyülni fognak a következő 10 évben is. Magyarországon talán még kevésbé, de itt is meg fog jelenni Budapesten, néhány nagyvárosban, és ez behozza a vidéki életnek az előnyét, de én azt gondolom, hogy azért mégiscsak a legkisebb települések, és egyébként azt kell tudni, hogy gyakorlatilag a Balaton, Dunakanyar sáv kivételével a következő 30 évben nagyon jelentős népességveszteség következik be délkelet és délnyugat Magyarországon. Abban a nagy banánban, mondjuk azt ott alul, ami Magyarország nagy részét illeti, hogy jelentős, tehát akár 10-15%-os népességcsökkenés következik be a mostani állapothoz képest. Tehát ilyen típusú dolgokkal kell számolnunk. Hozzá kell tenni ehhez a természeti környezetnek a 2050-ig tartó változásait. Ugye tudjuk, hogy egyfajta elsivatagosodás, most nem feltétlenül a Szaharára kell gondolni, igen, de ilyen típusú homokhátak, stb. Fognak kialakulni. Ugye van erre egy ilyen, nagyon az MTA-nak egy érdekes víziója, hogy Bács Csongrád megye alul hogyan fog kinézni 30 év múlva. Tehát, hogy egyszerűen a természet is arra sarkalja, vagy inkább azt mondom, aláttam ezt ezeket a demográfiai vagy népességmozgalmi folyamatokat, és bizony, hát tehetünk ellene természetesen, de inkább azt kellene megnézni, hogy mit tudunk a funkciókból jól kombinálni. Tehát nekem ez a urbánus azért tetszik, mert ez mind a kettőnek az elejét próbálja összehozni. Világos. Hát ezzel még érdemes lesz foglalkoznunk, de nagyon köszönjük, hogy ezt a rövid beszélgetést is megejthettük. Nagyon köszönöm, izgalmas a téma. Jó munkát, szép napot kívánunk. Szervusztok. Kozák Ákos üzleti jövőkutató és szociológus beszélgetett velünk egy kicsit arról, hogy hogyan fog kinézni majd a település szerkezete Magyarországon 2030-ra. Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd. Hát ennyi fért bele, ezért is zártuk ilyen rövidre ezt a beszélgetést, ami még tartogatott volna izgalmakat, de hát sajnos el kell, hogy búcsúzzunk, és megköszönjük azt a megtisztelő figyelmet, amit ma is nekünk szenteltetek. Holnap lesz ismét Millás reggeli 6:30-tól, most Szoller Andi hírei jönnek, aztán egy csomó zene, délutáni műsorok, úgyhogy ha tehetitek, maradjatok itt a 90.9 Jazzin, legyen szép napotok, sziasztok! Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.